Bemutatta választási programját a kormányzó brit konzervatív párt. A dokumentum a közegészségügyre, a környezetvédelemre és a bűnözés elleni harcra fordított pluszpénzek mellett a bevándorlási rendszer átalakítását is megígéri. A legfontosabb pontokat Boris Johnson kormányfő ismertette. Kötelezzük magunkat, hogy 50 ezerrel növeljük a kórházi szakápolói személyzet létszámát, és 50 millió fonttal többet fordítunk a házi orvosi rendszerre. Garantáljuk a brit népnek, hogy 20 ezerrel több lesz a rendőr, keményebb ítéletek születnek. A bevándorlást, az ausztrál mintát alapul véve pontrendszeresre alakítjuk át. Heti több millióval többet költünk majd a tudományra, oktatásra, infrastruktúrára, miközben kézben tartjuk az adósságot. Mindezt ugyanúgy el fogjuk érni, miként 2050-re a karbonsemlegességet, vázolta a kormányfő. Boris Johnson az 59 oldalas dokumentumot a Telfordban rendezett gyűlésen mutatta be. Korábban a munkáspártot vezető Jeremy Corbyn és a liberális demokratákat irányító Joe Swinson is közzétette pártja elképzeléseit. A brit előrehozott választást december 12-én tartják, a legfrissebb előrejelzések biztos konzervatív vezetést mutatnak.